Tartása jelzi az, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért. Köszönöm szépen, egyhangú. Felkérem a Humán Bizottság elnökét, legyen szíves ismertetni négyes pontot, vagy mondjam én. Köszönöm szépen, hogy a gondolat nyugodtan mondtad, hogy én azt szeretném majd kérni esetleg a tanáló, a elnök úr, hogyha bővebben néhány szót szólna hozzá. Jó név annyi, hogy Horváth Elemér úr fordult az önkormányzat kéréssel. A kérésnek a lényegi része az, hogy szeretné, hogyha a Herceg Batthyány Fülöp általános gimnázium tornaterme el lenne nevezve egy torna tanáról vagy testneveléssel sokat foglalkozó új emberről. Ezt a Humán Bizottság megtárgyalta, egyetlen egy kételjük volt, ami arról szólt, hogy amennyiben megvan az iskolának a neve, akkor abból kiszakítva magának a tornatermet lehet-e külön nevet adni. Ez a kétel megfogalmazódik a határozati javaslatban, és akkor most tisztelettel megkérném az alelnök úr a tanárulat, hogy legyen kedves néhány szót elmondani. Köszönöm szépen a elnök úr. Folytatán az elnök úr gondolatait, ugye Blénesi Béla tanárulról van szó, aki, ha jól emlékszem, 1957-től 1971-ig dolgozott a Eningi iskolában, a gimnáziumban és iskolában. Az ő emlékére a városépítő társaság, illetve a városépítő helyeztek el egy emléktáblát a tornaterem falán, ami, ha jól tudom, egy volt diákjának a kezdeményezésére, illetve adakozására valósult meg. Ezen gondolat továbbfűzését szerette volna Horváth Elemér, hogyha az emléktábla már kihelyezésre került a Blénesi tanárul emléktáblája, akkor próbáljuk meg elnevezni a tornatermet is Blénesi Béla tornateremé. Az elnök úr már felvázolta, hogy a bizottságnak azért volt ezzel kapcsolatban egy kételje, hogy miután januártól átadjuk az irányítását az iskolának, így van-e ebbe beleszólásunk, vagy most megtehetjük-e. Ezért a következő határozati javaslat született, hogyha nincs több kérdés vagy hozzáfűzés. Enyik város önkormányzatának Humán Bizottsága úgy határozott, hogy amennyiben jogi akadálya nincs Horváth Elemér kérelmét, mely a tornaterem Blénesi Béla tornateremmé való elnevezésére irányul, támogatja. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérése, felvetése van-e? Amennyiben nincs, kérem ezt a számú határozatot, aki jóvágya, kérem készletartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Átérünk az ötös napi rendi pontra. Felkérem a gazdasági bizottság elnökét, terjesszelő a javaslatokat, a határozatokat. Köszönöm szépen, polgármester, a szót. Azt külön köszönöm, hogy előlépte. Igen, a hatás körülben, mert én az alelnök vagyok. De jól esik mindenképpen, jól esik. Tehát akkor a gazdasági bizottság előterjesztései. Első pontban Jaksics Imrének kérelme. Jaksics Imréné azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy őt és az önkormányzatot érintő, illetve az egyik szomszédját érintő telek vita során felmerülő felmérést vállalja át az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban a bizottság 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. Enyingváros önkormányzatának a gazdasági bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozatot javaslatot terjesztett képviselőtestület elé. Enyingváros önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy Jaksics Imréné 81-30 Enying Öreghegy utca 6 szám alatti lakos önkormányzati út, aminek a helyrezi száma 55-10, ismételt kimérésére irányuló kérelmét nem támogatja. Köszönöm szépen, akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, kérem tegye föl. Ha nincs, aki a határozati javaslatra egyetért, kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő Okányi Lajosné kérelme útjavítással kapcsolatban. Itt is egyhangú határozat született, és a bizottság a következőt javasolja a testületnek. Enyingváros önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy felkéri a városgondnokságot, hogy költségvetése terhére 81-30 Enying László Király utca 10 szám alatti lakóingatlan előtti útszakasz javítását végezze el felelős Pödör Gyula polgármester, Enyhingei József városgondnokság vezető, határidő 2012. december 31. Szeretném leszögezni, hogy ideiglenes helyreállításon lehet
kizárólag szó, mivel se a pénzügyi helyzet, se a rendelkezésre álló anyagok mást lehetővé az önkormányzatnak nem tesznek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, felvetése van-e? Ha nincs, kérem készletartása érezze az, aki határozati javaslattal egyetért. Köszönöm szépen. Hármas pontban Hajós István kérelme, amit a bizottság három támogató szavazattal egy tartózkodással következőképpen terjeszt a testület elé. A Nyíngváros önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy Hajós István 8130 Enyhing Török Bálint utca 8 szám alatti lakos 569 helyrezi számú önkormányzati ingatlanhoz kapcsolódó biciklis és gyalogos forgalom lezárására irányuló kérelmét nem támogatja, mivel a szóban forgó út a polgárőrség kérésére lezárása került. Felelős Pödör Gyula polgármester, határidő 2012. december 31. Kiegészítésként hozzá szeretném tenni, hogy ezt, amit a Hajós úr kér, ezt már a múltkor a polgárőrség részére engedélyezte a testület, és ezért született az elutasító határozat. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése van-e? Ha nincs, kérem, aki egyetért a határozat javaslata készlettartásra jelezze. Köszönöm szépen. Egy tartózkodás és hat igen szavazat. Negyedik pontban ünnepi fénydekorációs ajánlat. Itt egyhangú szavazattal javasolja a következőt a gazdasági bizottság a képviselő testületnek. Enyhingváros önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy megköszönve a Green Style Kft. Göd, stb. Ajánlatát azzal jelenleg élni nem kíván. Felelős Pödör Gyula polgármester, határidő 2012. november 30. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban elnök úr. Igen, köszönöm szépen. Maximálisan megértem, hogy nem tudunk pénzt költeni jelen pillanatban a karácsonyi fénydekorációval. Csak azt szeretném kérni, hogy időben álljunk neki, és minden tavalyi lehetőséget megragadva készítsük fel a városunkat olyan szépen, amennyire tudjuk. Tehát azok a dolgok, amik megvoltak tavaly, én úgy gondolom most is rendelkezésre állnak. Itt a hivatal előtt, a kultúrház előtt, a rendelőnél, ha azt megcsináljuk, akkor azt hiszem mégis a tudunk belegséget és örömet szörnyűjtünk. Önkormányzat részére ezt még érem. Egyben kérem a lakosságot, amennyiben ilyen eszközökkel és kedvel és energiával rendelkeznek, önök is segítsenek nekünk a város szépítésével az ünnepek alatt. Köszönöm szépen. Gabula képviselő úr. Igen, a bizottság ezt leszögezte, amit elnök úr említett az előbb, hogy a tavalyi módon minimálisan foglalkozunk a kérdéssel, és lehetőség szerint bevonva a lakosságot akár még többen is, illetve a katolikus egyház is jelezte, hogy ő is a szokásos módon megteszi a díszítését. Úgyhogy azt gondolom, hogy minimum a tavalyi szintet el tudjuk érni. Köszönöm szépen. Tehát esetleg annyit, hogy ami tavaly aztán nem volt meg, és Várkó is említettem, hogy időben meg lehetne keresni a cégeket, aki érdemelattal akár a KMK-t, az OTP-t, a takarék szövetkezetet és a kisvállalkozóknak kiakatát is, hogyha udvariassal megpróbálnánk kérni, hogy legyenek a segítségünkkel, hogy a fő utcát szebbé téve szebb legyen a városunk és boldogabbak az emberek. Beírom. Köszönöm. Jó, fel is írtam. December 13-ára felírtam, minden egyet céget meg fogok keresni. Egy körlevelet írunk, ezt vegyük most már jegyzőkönyvbe, és megkérjük őket, hogy segítsék ezzel is a városunk szervértételét. Köszönöm szépen a javaslatot. Igen, azért azt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy esetleg egy-egy elektronikai eszköznek a kihelyezése az balesetvédelmi feltételeket vonhat maga után, tehát, és ezért valakinek a felelősséget is kell tudni vállalni. Tehát esetleg egy hibás fényfüzér, ha agyon csap valakit, akkor ezek azért hívjuk fel a figyelmet, és tartsuk evidenciát. Tehát mindenki a saját épületét, vagy saját kiadatát, de hozzáteszem most tényleg, hogy ne vegyen senki gagyit, azt akartam mondani, igaz? Többek között igen. Köszönöm szépen. Aki ezzel a határozati javaslat egyetért, kérem készletartásra jelezze. Köszönöm szépen, egy hangú. Igen. Ötös pontban az alsó tekeresi víztoronyról készült szakértői vélemény ismertetése.
Előjáróban egy pár mondatot hadd mondjak el, ezzel kapcsolatban évek óta visszatérő probléma a statikai vizsgálata az alsótekeresi víztorony, dőlés volt tapasztalható rajta, amit egy szakértő elvégezte a felmérését, és ott tett egy pár megállapítás, ami olvasható a honlapon az összes ezzel kapcsolatos megállapítás a szakértőnek. Annak örülhetünk, hogy gyakorlatilag jelen pillanatban olyan szintű feladatunk ezzel nincs, ami halaszthatatlan lenne. Kisebb-nagyobb javítási munkák, és itt főleg ugye a dőlése a víztoronynak leginkább abból fakad, hogy a vízelvezetés rosszul van megoldva, illetve itt-ott málások, ázások, apróbb repedések vannak, amire kaptunk tőlük ugyan egy árajánlatot, de a bizottság úgy gondolja, hogy ezt az első lépésben a vízelvezetésnek a kialakítását azt a városgondnokság is meg tudja oldani, és a továbbiakban amennyiben a 2013-as költségvetés terhére fogunk tudni egy nem túl nagy pénzösszeget biztosítani a városgondnokság számára, az apróbb javítási munkákat el fogják tudni ők is végezni. 1 millió 800 ezer forint nettós árajánlatot kaptunk a vízmű részéről. Nyilván ezeket a vízelvezetési problémát még az idén meg kéne oldani, jön a tél, ugye ez a továbbiakban gondot okozhat, illetve a szakértő felhívta arra a figyelmünket, és ez a innen következő, tehát kettő előterjesztés van ezzel kapcsolatban, hogy évente egy alkalommal ugyanabban az időpontban meg kell vizsgáltatnunk azt, hogy dől-e tovább ez az építmény, vagy nem dől tovább. Itt a második számú határozati javaslat ezzel kapcsolatos. Egymás után háromszor kell ezt megismételnünk, ezt a mérést, tehát 3 éven keresztül azonos időpontban meg kell méretnünk a tornyot. Tehát a egyhangú szavazattal a gazdasági bizottság a következőt javasolja a képviselőtestület részére, Enyhing város önkormányzatának. Képviselőtestület úgy határozott, hogy a DRV ZRT által elkészített alsótekeresi víztorony szakértői vélemény szerinti általános karbantartási kármegelőzési munkálatok költségét maximum az éves eszközhasználati díj mértékéig és annak terhére a 2013. évi költségvetésből betervezi. Ezzel egy időben felkéri a városgondnokság vezetőjét, hogy a vízelvezetési problémákkal kapcsolatos földmunkát végezze el. Felelős Pödör Gyula polgármester, Eihinger József városgondnokság vezető, határidő 2012. december 31. Köszönöm, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, felvetése van-e? Egy tájékoztatót akkor most elmondok, hogy ezen pont és az 5.5.2-es pontnál javaslom, hogy mivel tekeresen nincsen tévéadás, helyi tévéadás, az ottani hirdetőtávára ezt a kettő határozatot tegyük ki. Aki az 5.5.1-es határozatta egyetért, kérem készbetartásra. Ja, elnézést, hogy nem. Aki egyetért, az 5.5.1-es határozatta, kérem készbetartásra. Köszönöm szépen. És akkor a második határozati javaslatunk szintén 4 igen egyhangú szavazattal. Enyhing város önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a DRV ZRT által elkészített alsótekeresi víztorony szakértői statikai vizsgálatára vonatkozó szakértői vélemény szerinti javaslat alapján a torony dőlésének mértékét évente egy alkalommal azonos időben 3 éven keresztül ellenőrizteti. Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a műszeres mérése 3 árajánlatot kérjen be, és terjessze azt a bizottság elé. Felelős Pödör Gyula polgármester, határidő 2012. december 19. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban egy kérdése van. Ha nincs, kérem készletartása jelezze az, aki ezt a határozatot elfogadja. Köszönöm szépen, Pétlenbú. 6-os pontban 2013. évi föld, lakás és helyiségbérleti díjak, ahogy az már az aljegyző úrnak az előterjesztései között elfogadásra került, itt az általános határozat, ami hozatott ebben a témában, 5 igen egyhangú szavazattal Enyhing város önkormányzatának gazdasági bizottsága úgy határozott, hogy javasolja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 20/2011-es számú rendeletben szereplő díjtételek 5%-os emelését 2013. január 1 napjától felkéri a polgármesteri hivatal, stb. Ez megtörtént a eljegyző előterjesztéseik között. Köszönöm szépen, 8 főre kérdezik a testület. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Ha nincs, ezt nem kell megszavazni, továbbadunk. Következő napirendi pontban azt mondja, hogy
Igen. Enyhváros önkormányzatának képviselőtestület úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdon a nem lakásszerű helyiségek bérleti díját garázsok kivételén 2013-ban már egységesen 5%-kal megemeli a bérleti díj nettó összeg, amelyet mindenkor járhat terhen. Felelős Pöldő Gyula polgármester határozott 2013-ban. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban kérdés felvetés van. Ha nincs, kérem készletartás jelezze az, aki ezt a határozatot elfogadja. Köszönöm szépen. Egy van. Következőben szintén egyhangú szavazással a következő terjeszti a gazdasági bizottság a képviselőtestület elé. Enyhváros önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díja 2013. évben egységesen 4851 forint plusz áfa per hó összegben állapítja meg felelős Pödő Gyula polgármester. Határidő 2013. január 1. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, felvetése van-e? Ha nincs, kérem, készletartással jelezik egyetértésünket. Köszönöm szépen, egy hangot. Következő a haszonbérleti díjakra vonatkozó döntésünk, ami ugyanezt az 5%-os emelést tartalmazza gyakorlatilag. Enyhváros önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzati haszonbérletek vonatkozásában 2013. évben az alábbi díjtételeket alkalmazza. Külterületi 3000 négyzetméter terület alatti ingatlanok esetében 2,94 forint per négyzetméter per év, 3000 négyzetméter terület feletti külterületi ingatlanok esetében 3,85 forint per négyzetméter per év, zárt kerti ingatlanok esetében 2,94 forint per négyzetméter per év, belterületi ingatlanok esetében 3,675 forint per négyzetméter per év. Felépítménnyel rendelkező önkormányzati földterületek esetén 368,5 forint per négyzetméter per év. A határozottban feltüntetett díj bruttó összeg, amely az áfát tartalmazza. Határidő 2013. január 1. Felelős Pödő Gyula polgármester. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése van. Ha nincs, kérem, egyetértésünket készletartásra jelezzük. Köszönöm szépen, egyhangú. Gyepekre vonatkozó szintén egyhangú döntés a bizottság részéről. Enyhváros önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi gyep művelési ágú ingatlanok haszonbérletére vonatkozóan 2013. évben 2,2 forint per négyzetméter per év díjtételt állapít meg. A határozatban feltüntetett díj bruttó összeg, amely az áfát tartalmazza. Felelős Pödő Gyula polgármester, határidő 2013. január 1. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése van. Ha nincs, kérem, egyetértésüket készletartással jelezzük. Köszönöm szépen, egyhangú. Igen, helyi adók valorizációjáról szóló határozat szintén egyhangú szavazattal. Enyhváros önkormányzatának képviselő testülete úgy határozott, hogy a 2013. évben a helyi adók mértékét nem kívánja megemelni. Határidő azonnal, felelős Pöldő Gyula polgármester. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, felvetése van-e? Ha nincs, kérem, egyetértésünket készletartással jelezzük. Köszönöm szépen, egyhangú. 8-as napirendi pontban, bár elnök úr már megérkezett, de rám testált a feladatot, hogy én terjesztem elő ezt a pontot, és szirombondogató óvoda kérelme. Szintén egyhangú szavazás volt a gazdasági bizottság ülésén ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Következőképpen hangzik, Enyhváros önkormányzatának képviselőtestülete úgy határozott, hogy a szirombontogató óvoda költségvetésében szereplő 2% kötelező teljesítmény ösztönző keret, zárójelben 317.000 forint és kiemelt munkavégzésért járó keresett kiegészítés, az 1.386.000 forint kifizetését engedélyezi 2012. évben, amennyiben a szükséges forrás rendelkezésre áll. Határidő folyamatos, felelős Pödő Gyula polgármester. Köszönöm szépen, valakinek kérdése, felvetése van ezzel, hogy mint igen, hogyha lehetne, akkor én meg szeretném kérni, hogy a 2%-ot vegyük ki a teljesítmény ösztönző keretében.